Én nagyon sokszor szembesültem emberi tragédiákkal mentőzésem során, az intenzív betegágy mellett, vagy a műtőasztal mellett. A tehetetlenségnél nincs rosszabb érzés. Azt hiszem, az itt ülő kollégáknak nem kell ezt elmondanom. Amikor mit sem ér a tudásod, mert elkéstél egy szívinfarktusnál, egy agyi katasztrófánál, egy előre haladott rosszindulatú betegségnél. Minél több szenvedést látsz, annál inkább nő benned az alázat és a vágy, hogy ezt ne kelljen még egyszer átélned, hogy tehess valamit, többet, mást, hamarabb az emberekért. Mi a megoldás? Ha kiterjeszted a tudásod a természetes gyógymódok felé is, ha elfogadod a természetben lakozó óriási erőt, a gyógynövényekkel kapcsolatos évezredes tapasztalatokat, és azt, hogy az ember a természet része, nem lehet büntetlenül kiszakítani belőle, és ha magadévá teszed a megelőzés szemléletét. Ez a megoldás. És ha ezt tudod, akkor már csak az eszközt kell megtalálni. Persze ez sem olyan könnyű. Akik mi itt vagyunk, mi már megtaláltuk. A Forever Living Products biztosítja számunkra a leghatásosabb, több mint 200 hatóanyagot tartalmazó aloe fajtát, amely azon túl, hogy egy komplex tápanyag méregtelenít, regenerál, erősíti az immunrendszerünket, helyre teszi az anyagcserénket. Az aloe verán kívül számos olyan évezredes múlttal rendelkező gyógynövény található itt, a termékek közül és a mékaptár termékekről nem is beszélve, amiket ma biokörülmények között állítanak elő, és juttatnak el hozzánk. Az ezekben lévő hatóanyagokra mindannyiunknak szükségünk van, hogy megőrizzük az egyensúlyunkat. Még ma. Én abban szeretnék segíteni, hogy az FLP termékek közül melyik életkorban mit használhatsz ahhoz, hogy megőrizd az egészséged és megelőzd a komoly egészségügyi problémákat. Ez segítség lehet neked, ha már döntöttél. De a döntés a tiéd. A saját életedért, az egészségedért te magad vagy a felelős. Ennél csak egy nagyobb felelősség van, a gyermekeid egészsége. Hogyan tudsz erről gondoskodni? Úgy, hogy az elhatározással egy időben, hogy gyermeket szeretnél, elkezded felkészíteni a szervezeted. Kötelező a szervezet tisztítása és méregtelenítése. Erre a tea és a gél kiválóan alkalmas. Ha te nem teszed meg, megteszi a magzatod. Tapasztaltad vagy hallottad már azt a mondást, hogy minden nő megújul és megszépül egy-egy gyermek világra hozatala során? Igen. És tudod, hogy miért? Mert kihozza belőled a méreganyagokat. Magába építi. Most, hogy már van eszközöd, megbocsájtanád magadnak, ha emiatt betegen születne? A természetnek és a szervezetednek egyébként van módszere arra, hogy ez ne következzék be. Meddő maradsz mindaddig, amíg nem alkalmas a tested az új élet kihordására. Ma Magyarországon a házaspároknak 10-15%-a küzd ezzel a problémával. Irtózatos nagy a szám. És nagyon sokszor a leggondosabb orvosi kivizsgálással sem találnak szervi eltérést vagy működésbeli problémát, vagy ha találnak is, nem mindig tudják azt befolyásolni. És ugye ezek után érted, hogy miért köszönheti ma már a világon nagyon sok nő a gyermekét az FLP méregtelenítő tejájának, aloe vera géjének, a mépempőnek és az abétakernek. Mire van szükségetek neked és a magzatodnak a terhességed alatt? Itt csak felsorolásra van idő, magyarázatra nincs. Folyamatosan és emelt mennyiségben természetes vitaminokra. Nagyon fontos. A kic vitamint ajánlom a figyelmetekben, szemben minden szintetikus vitaminkészítménnyel. Ásványi anyagokra. Itt a Naturmin az, ami segít neked. Nagyon fontos, hogy a fogaid, a csontjaid, a porcok egészségesek maradjanak, és természetesen a baba gerince csontrendszere is kialakuljon. Ő egyébként biztosítja magának a megfelelő kalciumot, kivonja belőled. Ezért van az, hogy a kismamáknak nagyon sokszor romlik a foguk, vagy romlik a tartásuk, rossz lesz a gerincük. Aminosavakra, itt a lightporral tudod biztosítani.
rengeteg rostra. Itt van nekünk a Fields of Greens. Ez kell az anyagcserét szempontjából, hogy ne legyen székrekedésed, hogy jól legyen a felszívódás, hogy jól hasznosít a bevitt tápanyagokat. A vérképzésben óriási szerepe van ennek a készítménynek. Telítetlen zsírsavakra. Itt van nekünk az Artixi. Rengeteg új ér képződik a terhesség során, a mélepény keringése, illetve a magzat idegrendszere és IQ-ja szempontjából nem mindegy, hogy mennyit vittél be. Kiegyensúlyozott hormonrendszerre. Itt van nekünk a Royal Jelly. Megfelelő, jól megválasztott folyadékbevitelre az aloe virágtájával tudod biztosítani. És aloe vera gérre, vagy berry nektárra, amely mindezeket a hatóanyagokat tartalmazza, ezen kívül véd a sugárfertőzéstől is. Meglátod, így terhességed könnyedén viseled. Nem leszel fáradt, ingerlékeny, hányós, és könnyedén szülöd meg egészséges magzatod. Mire van szüksége az újszülöttnek? Megfelelő mennyiségű és összetételű anyatejre. Ezt tudod azzal biztosítani, ha nem vonod meg magadtól az eddig felsoroltakat. Mi nők mindannyian tudunk szoptatni. Kivéve, ha nem akarunk, vagy ha a terhességünk alatt felhasználtuk a vésztartalékainkat is. Hát ne használjuk fel. Az anyateljes csecsemő egészséges, vele nincs különösebb probléma. Az első hetekben, hónapokban előfordulhat hasfájás, hasi görcsök, ami a tisztulással és a bérrendszer beindulásával van összefüggésben. Ilyenkor adhatunk az újszülöttnek is a teljesen tiszta aloe aktivátorból, vagy a Naturgér rostmentes levéből, szemcseppentővel kiszív a rostmentes lét. A szájpenész fordulhat még elő csecsemőknél, ezt aktivátoros ecseteléssel megszüntethetjük. Fürdetéshez a gyógyszertári semleges mosakodó krémen kívül csak az aloe szappant használd, ha jót akarsz a gyermekednek. Ugyanis nagyon sok csecsemőkori ekcéma hátterében a neves baba kozmetikumok állnak. Kisdedeknek a Naturgel helyett már berry nektárt is adhatsz. Mézzel, mépempővel, kicvitaminnal, C-vitaminnal, még a fokozott szükségletét is ki tudod elégíteni a téli hurutos időszakban, illetve közösségbe szoktatáskor. Fontos, hogy legyen otthon propolisz tablettád az esetleges fertőzések esetén. Aktivátor, amit fülcseppnek, orrcseppnek használhatsz. Regenerálja a nyálkahártyát szemben a többi orrcseppel, amit egy hétnél tovább nem használhatsz. First, nagyon fontos, első segélynyújtás. Az ilyenkor elkerülhetetlen balesetek, sérülések, horzsolások esetén kiválóan tudod használni, illetve torokgyulladásnál tudod, hogy a torokba is fújhatod. Fogait aloe foggéllel most. Tisztító és gyulladás csökkentő hatásán kívül pozitívuma, hogy nem tartalmaz fluoridot. Ugyanis a szakirodalom leírt már fluorid felhalmozódás gyerekkori agydaganat hátterében. Nem mindegy, hogy mennyit viszel be a szervezetébe. Iskoláskor, kamaszkor. Ez egyébként is egy kritikus időszak, azt hiszem, az ember életében. Katasztrofális a gyerekek csontállománya. Rengeteg a ferdegerincű, rossz tartású, csontritkulásos gyermek. Ennek oka a kevés mozgás és a helytelen táplálkozás. Ezutóbbin belül a nagy mennyiségű kólafogyasztás, amely megakadályozza a kálcium beépülést, illetve az a tény, hogy a kamasz napi 1200 mg-os kálcium szükségletét képtelen vagy normál táplálkozással bevinni. A Naturmin időben elkezdett és rendszeres alkalmazásával megőrizheted az egészséges csontállományát és megelőzheted ezeket a problémákat. Az iskolai túlterhelés, a fokozott szellemi igénybevétel miatt már a gyerekeknek is szükségük van a Ginkgo Plus-ra, a Ginchiára, az Artixire. A hormonális változásokkal, menstruációs ciklus beindulásával járó panaszok enyhítésére kiváló a Royal Jelly, az Abétaker, a Fields of Greens és a Heat Lotion. Kamaszkorban kerül előtérbe a bőrápolás, azonban nem mindegy, hogy ez mivel történik. A neves kozmetikumokkal szemben is az FLP készítményeket ajánlom. Megmondom miért, az aloe tartalmánál fogva, ezek kiválóan beépülnek a bőrbe, védik, fertőtlenítik, regenerálják.
És a készítményeknek több előnye van, ezen kívül, hogy mindegyik magas aloe-tartalmú. A deó például nem tartalmaz alumínium-oxidot, nem tömeszeli el a verejtékmirigyet. A samponnak nincs ösztrogénhormon tartalma. Én tudom, hogy a többire sincs ráírva, de bizony tartalmaznak, és részben szerepük van a korai nemi érésben, mert felszívódik a fejbőrön keresztül is. Még a színes kozmetikumok sem tartalmaznak mesterséges színezőanyagot. Óriási dolog. Az ilyenkor jelentkező pattanások eltüntetésére a First és a Propolis krém a legjobb. Már nagyon sok mindent említettem, ugye? De eddig még egészséges gyerekekről beszéltem. És miért van szükség ennyi mindenre? Mert egyre betegebb felnőtt társadalom gyerekeként jöttek a világra. Egyre szernyezettebb környezetben élnek. Gondoljunk csak vissza a 86-os Csernobili atomkatasztrófára, ami után ugrásszerűen megnőtt a fejlődési rendellenességgel, daganatos betegségekkel, súlyos anyagcsere betegségekkel született gyerekek száma, és a mai napig nem ment az azt megelőző szintre. Egyre egészségtelenebbül táplálkoznak. A gyors étkezdék, a kóla, a gumicukrok nem megfelelő táplálék. Egyre kevesebbet mozognak, hiszen a tévé és a számítógép előtt ülnek. Mindezek hajlamosítják őket a betegségekre. Betegségek hátterében az immunrendszer gyengülése vagy nem megfelelő működése áll. Éppen ezért segít az aloe vera, hiszen normalizálja a védekező rendszerünket, táplálja a sejtjeinket és regenerálja a szervezetet. Ezen tulajdonságai miatt használják ma már széles körben a kemoterápiás kezelések kiegészítéseként is. Számtalan példa mutatja, hogy a méregtelenítő teját, az aloe vera gélt, az antioxidánsokat, a kicvitamint, a mélykaptár termékeket fogyasztó gyerekek jobban bírják a kezeléseket. Nem romlik le oly mértékben a szervezetük, a vérképzésük, az immunrendszerük. Nincs annyi mellékhatás. Így sokkal nagyobb esélyük van a végleges gyógyulásra, mert végig tudják csinálni ezeket az egyébként nagyon megterhelő kezeléseket. Fiatal felnőtt korról, korosztályomról szeretnék szólni. Ja, hogy te egészséges vagy. Legalábbis annak gondolod magad, mert nincs kimutatható szervi eltérésed, vagy működésbeli problémád, vagy komolyabb tüneted. De lehet, hogy már nem bírod úgy az éjszakázást, fáradékonyabb vagy, nehezebben kelsz föl, ingerültebb vagy a gyerekeddel, fáj időnként a fejed, a gyomrod, székrekedésed van, apróságok. Azt gondolod, hogy ez természetes, vele kell élni? Hát nem. Figyelj oda a szervezeted apró jelzéseire, és vedd komolyan. Tudod, az egészség az relatív fogalom, és sajnos mulandó is. Gondolj vissza a bevezető mondatokra. Te nem itt? Te nem így élsz? Vagy nézz szét a családodban. Szüleid, nagyszüleid betegségeit, vagy arra való hajlamot te génjeidben hordozod. Harmadrészt tudd meg, nincs olyan betegség, a balesetet leszámítva, ami tegnap még nem volt, ma pedig igen. Minden egy folyamat a szervezetedben, mindennek előzménye van. Figyelj oda magadra. A felnőttkori problémák közül kiemelnék néhányat. Például a túlsúly. Nem csak, és nem elsősorban esztétikai probléma. Ekkor már rossz az anyagcseréd. Magasabb lehet a koleszterin szinted, ami lerakodik az erekben, elkezdődik egy általános érelmeszesedés, magas vérnyomás, szívbetegség. Csökken a tüdő kapacitása, romlik a vénás keringés, terheled a gerinced, az ízületeid, amelyek mozgásszervi problémához vezetnek. Kezdődő cukorbetegséged lehet, amely számos szövődményt vonz maga után. Testsúlykontrollal, a Forever diétás programmal biztosíthatod optimális testsúlyod. A géllel, zöldségtablettával, RTX-i kapszulával egyensúlyban tarthatod a koleszterin szintet, megakadályozva ezzel az érelmeszesedést, vagy annak további romlását. A vércukorszint csökkenését úgy éred el a tejával, a géllel és a zöldségtablettával, hogy regenerálódik a hasnyálmirigyed, nő a saját inzulin termelésed, tehát egyre kevesebb kívülről bevitt inzulinra vagy gyógyszerre lesz idővel szükséged. És ez nem mindegy. Az sem, hogy mennyit viszel be, és az sem, hogy hogyan csökken a vércukorszinted. Mert a késői problémákat, a késői szövődményeket csak így,
akadályozhatod meg. A stressz, a fokozott idegi megterhelés is jellemző erre a korosztályra. Káros hatásaitól a gél, a ginkó plusz, a gincsia, a royal jelly, a lícium és a C-vitamin véd meg. Bizonyos szakmákban, bányászat, vegyipar, festék és gyógyszergyártásban foglalkozási ártalmaknak vagy kitéve. Szilikózisod, máj és vesekárosodásod lehet. Ezekben az esetekben a méregtelenítő teja, a gél, a vesetisztító berry nektár, a májvédő ginkó plusz és artixi, és az antioxidánsok időben elkezdett alkalmazása segíthet. A klímax tünetei is enyhíthetők a géllel, az abétakerrel, a royal jellyvel. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy az ezt követően kialakuló, a klímaxot követően kialakuló csontritkulás, csontleépülés folyamatába is beleszólhatsz. A berry nektárral és a naturmin tablettával megakadályozhatod ezt. Egyrészt azért, mert az aloe vera még az idős emberben is beindítja a csontépítő folyamatokat, másrészt azért, mert a naturmin a természetből származik, tökéletesen beépül a szervezetünkbe, pontosan olyan összetételben tartalmazza az ásványanyagokat, ahogyan arra a szervezetünknek szüksége van, és biológiai kötésben van benne a kalcium. Na, ezt nem tudja egyetlen gyógyszergyár sem biztosítani nekünk. Gyógyszerszedés, betegségek esetén már fokozottan szükséged van az aloe verára és a táplálék kiegészítőkre. Mert ezek javítják az alapbetegséged, csökkentik a gyógyszerek mellékhatását, gondolj a hosszú távon szedett szinkumára vagy a szteroidokra, amik nagyon súlyos mellékhatásokkal járnak. Az anyagcsere javításával a készítményeink hatékonyabbá teszik a gyógyszerfelszívódást, tehát ugyanazt a hatást kevesebb gyógyszermennyiséggel éred el. Megemlítenék néhány olyan betegséget, például a kolitis ulcerosa, ez a vérző, kifekélyesedő vastag bélgyulladás, vagy az Alzheimer-kor, a fiatalkorban elkezdődő és nagyon gyors szellemi leépüléssel járó betegség, vagy a szklerózis multiplex, ami az agy, vagy a gerincvelő bizonyos területeinek elhalásával jár. Ezek olyan betegségek, hogy az orvostudomány vagy nem ismeri a pontos okot, illetve nagyon sok okot feltételez a háttérben, de ilyenkor nincs meg az igazi ok, vagy ha tudják is az okot, nem tudnak hatásosan fellépni ellene, oki kezelést alkalmazni, csak tünetileg tudják befolyásolni az egyre inkább előre menő problémát. Ilyenkor van óriási jelentősége a szervezetet regeneráló immunrendszert erősítő gyógynövényeknek. Nem beszélve az autoimmun folyamatokról, amikor a szervezet a saját sejtjeit idegenként ismeri fel, vagy az AIDS-ről, amikor a vírus magát a védekező rendszer támadja meg. Ezekben az esetekben is lényeges javulás érhető el a beteg állapotában, lásd a László kórházas tapasztalatokat. Mi a helyzet az idős emberrel? Fogd meg szüleid munkában megfáradt kezét, ha még teheted. S hidd el, tudni fogod, hogy mire van szükségük a szereteteden kívül. Ők mindent megadtak neked, most rajtad a sor. Nekik még nem állt módjukban vigyázni magukra. Te már tudsz valamit, még akkor is, ha ma először ülsz itt, amivel megőrizheted az egészségüket, kiegyensúlyozottabbá, boldogabbá teheted őket, és megkönnyítheted hátralévő életüket. Végezetül jusson eszedbe akkor is, amikor már azt hiszed, hogy minden hiába, előre haladott